Nem tudom önök, hogy vannak vele, de a karácsonyfa építésnek vannak szabályai. Az ember először a díszeket rakja fel, és a csillagszórót a legvégén meg a szaloncukrot. Nos, így vagyunk mi ezzel a bikásparki dologgal is, hogy bárki bármit mond, egy parkfelújításnál a tó és a szökőkút az a csillagszóró. Nem ott kell kezdeni a parkfelújítást. Meg kell beszélni az emberekkel, meg kell kérdezni, hogy mit szeretnének, kell egy intelligens, okos parkfelújítást csinálni, amit majd be lehet fejezni azzal, hogy csinálunk egy tavat és egy szökőkutat. De hát itt nagyon kilóg a lóláb. Egyértelműen látszik, hogy most itt a átadás előtt néhány órával lázas munka folyik, nincsenek kész. És azt tudom mondani, ez egy nagyon-nagyon súlyos baj, ez egy nagyon-nagyon súlyos tévedés, ami történik. Nem lehet egy olyan kerületben, ahol pénzhiányra hivatkozva megállították a karácsonyi támogatást, megállították a gyógyszertámogatást, megszüntették a bölcsődei támogatást, akkor nem lehet 226 millió forintért szökőkutat és tavat építeni a választási kampányba. Figyeljenek erre oda, ébresztő Újbuda, egy igazi program és egy igazi vezető kell.